Isten hozott mindenkit ezen a vasárnapon is. Péter első levelének negyedik fejezetét fogjuk, az első hat igeverset fogjuk most befejezni. Az előző alkalommal elkezdtük már az első igeverset, vagy másfélig jutottunk nagyjából, és láttuk, hogy Péter nagyon világossá teszi ebbe a levelében, hogy a keresztényeknek a természetükből fogva, a természetüktől fogva szükséges, hogy üldöztetésen essenek keresztül. Azért a természetüknél fogva szükséges, hogy üldöztetéseken essenek keresztül, vagy üldöztetésekben legyen részük, mert hogy egy ellenséges közegbe születnek újjá itt, ebben a világban. A körülvevő közeg az alapvetően ellenséges. Mindegy, hogy valaki Amerikába születik újjá, Afrikába való, egy törzsben, vagy bárhol születik újjá, ebben a világban, ami vajúdva várja az Isten fiának a megjelenését, nem véletlenül várja ez a világ vajúdva Isten fiának a megjelenését, mert hogy a világ az szenved, mert hogy a bűn alá van rekesztve, a bűn alá van szorítva. Nincs ugyan hasonló az állapot, ugye most is, mint a Noé napjaiban lévő állapot, amikor mindenkinek a gondolata az rossz, rosszra irányult. Az bűnös volt. Ez az általános leírás az embernek. Persze, valaki fölvetheti, hogy hát, de hát tudnak jót tenni, hát annyi szeretet van a bűnösökben, és igen, rengeteg minden van a bűnösökben, csak ők bűnösök. Ők bűnben élnek, mindegy, hogy valaki mennyire jó a világ szemében, mindegy, hogy valaki mennyire jó a világ szemében, őt önmaga hajtja, az önmaga bűnös természete hajtja. És az, hogy nemes értékek felé hajtja, az emberiség nemes értékei felé hajtja, akkor is bűnösen hajtja oda. Tehát alapvetően bűnös az ember. Bűnös a körülöttünk lévő emberiség, bűnös a világ, a minden, rengeteg minden, ami tárgyak és bennünket körülvesznek, nincs bennük démon, meg egyéb ilyesmi. Viszont a bűn miatt valamilyen bűnös kívánság kielégítésére lettek legyártva, vannak meg. Tehát körülvesz bennünket a bűn. Alapvetően egy ellenséges közegbe vagyunk, ezért emiatt a természetünktől fogva szükséges, hogy üldöztetésekben legyen részünk, hogy üldöztetéseken menjünk keresztül. Nem lehet nem üldöztetésben részesülnünk nekünk keresztényeknek. Miért? Mert a világ bűnös, mi pedig az igazat, a bűntelent képviseljük ebben a világban. Mert mi már Isten országa állampolgárai vagyunk, és ez az elsődleges, az az elsődleges számunkra, hogy mi ennek az Isten országának a törvényei szerint éljünk, ennek az uralma alatt éljünk. Számunkra ez, most már ez a természetes. És itt emiatt ebben a világban mi idegenek vagyunk, itt ideiglenesen vagyunk, és emiatt egymással reakcióba lépünk. Tehát egy bűnös meg egy hívő találkozik, akkor ott egy összecsapás történik. Ott valaminek történik kell. Lehet, hogy az történik, mint az olaj meg a víz esetében, hogy nem keverednek és abszolút szétválnak. Vagy pedig az történik, mint például a benzin és a tűz esetében, amikor pedig egy robbanás jön létre.
De nem, de mindenképpen van valamilyen reakció. Történik valami. Nem lehet olyan, hogy ne történjen, mert két különböző világból származnak. Abszolút két különböző világból származnak. Nem lehet az, hogy ne történjen semmi. Ez lehetetlen. Lehetetlen. Ha találkozik a benzin meg a tűz, akkor lehetetlen, hogy ne legyen robbanás. Egyszerűen lehetetlen. Ha a víz és az olaj találkozik, nem lehet olyan, hogy egyesülnek. Mert ott valami történik. A történés pedig az, hogy abszolút szétválnak. Nem, nincs keveredés. Valami történik. Valaminek történnie kell. Majd Péter tovább lép, és azt mondja, hogy nem csak az üldöztetés a természetes, nem csak ez része az életünknek, a keresztény életünknek, hanem hát részint ennek köszönhetően is a szenvedés is része, a szenvedés is a természetünkből adódó része a keresztény életünknek. A szenvedés sem olyan dolog, amit választhatnánk. A szenvedés sem olyan dolog, amely egy opció lehetne, és a keresztényként beixelem, vagy kipipálom, hogy én ezt kérem, ezt nem kérem, ezt vállalom, ezt nem vállalom. Nincs olyan, hogy valaki nem vállalja. Mert természetszerűen jön abból a létből, hogy ő kicsoda. Ha nincsen szenvedés, az azt mutatja, hogy ő nem az. Nem lehet. Sőt, azt is látjuk, a Péter azt is mondja itt, hogy az igazságért való szenvedés kívánatos is. Kívánatos az igazságért való szenvedés, mivel ez tisztítja a szervezetünket, időzelbe téve természetesen, a szervezetünket. Fontos része a bűn elleni csatának, a bűn elleni harcunknak. És ezzel kapcsolatban a bűn elleni csata harc esetében egy negatív keresztény gondolatot és képet szeretnék most itt tisztázni. Illetve negatív gyakorlatot. Mivel nagyon sok keresztény az állandóan harcol a bűnnel. De nekünk, és ezt ne értsétek, vagy értsétek jól, ne értsétek félre, nem a bűneinkkel kell harcolnunk, mert nem erre hívott el Isten, nem arra hívott el, hogy állandóan csatázunk, és a bűneinket próbáljuk valahogy elnyomni, valahogy semmissé tenni. Nem ez a feladatunk, nem ez a keresztény elhívásunk, hogy a bűneinkkel hadakozzunk, hanem az a mi elhívásunk, hogy engedelmeskedjünk Istennek. Azaz, Isten akaratát tegyem, azaz a jó dolgokat tegyem. És ez az igazi és örömteli módja, és nem beszélve arról, hogy ez az igazán hatékony módja annak, hogy valaki megszabaduljon a bűntől, a bűnös szokásaitól. Mert nagyon sokszor Pál azt mondja, hogy ilyenek voltatok, de vegyétek észre, hogy már némi ilyenek vagytok. Nem harcolnod kell a bűnnel, hanem aszerint kell élj, aki vagy. És akkor a bűnök azok elmúlnak, hogy a bűnös különböző dolgok, kívánságok és egyéb dolgok, azok semmissé lesznek. Mert már nem az vagy, aki voltál régen. Egy egészen más ember vagy, egy egészen más ember lettél. Remélem ez világos, hogy nem az a fő célunk, hogy a bűn ellen harcoljunk, hanem Isten oldalán harcoljunk. Isten ügyéért harcolunk, a jó ügyéért harcoljunk. És eközben, ahogy mi harcolunk, közben leégnek, közben elhagyódnak a különböző dolgok.
De nekünk nem a bűnre kell fókuszálni, és a bűnnel való, a bűnnel szembeni fellépésünkre kell koncentrálni, hanem a Krisztussal való örömteli és izgalmas életre kell koncentrálnunk, és közben a bűn kérdése az elrendeződik. Persze van olyan, hogy elkövetünk bűnöket, és ezt Istennek elmondjuk, bevalljuk, stb. Minden vele megbeszéljük, vele megtárgyaljuk ezeket a dolgokat. Ez természetes. Meg a különböző testvérek, keresztények, nem keresztények ellen elkövetett bűneinket velük is elrendezünk. Ez természetes. De ez abból adódik, hogy mi a jó dolgokat tesszük. És nem szeretjük, hogyha újra és újra belecsúszunk valamiben, vagy valami újra és újra szemben is véletlenül rosszul döntünk. Mi azt utáljuk, és nem szeretjük. Tehát a szenvedés természetes, elkerülhetetlen és kívánatos, ha valaki igazi, hiteles keresztény életet él. Mert ezt mondja az első vers. Pontosan erről beszél az első vers, hogy mivel tehát a Péter első levele, 4. fejezetének az első verse, mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől. Erről beszél itt az első vers. És olvassuk végig az első 6 verset, és kétféle fordításból fogom olvasni. Egyrészt olvasom az új fordításból, hát az új fordítás az 1990-es új fordítás, azóta már van újabb fordítás, de még ez az új fordítás, és már ezt nevezik új fordításnak, és olvasom a Vidaféle fordításból is, ugyanúgy a Péter első levelének első 6 ige versét. Új fordítás először. Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől. Hogy többé ne emberi vágyok, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralévő idejét. Bizony elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, részegségekben, dorbézolásban, tivornyázásban és szentségtelen bálványimádásokban éltetek. Azért haragusznak rátok, sőt káromolják az Istent, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba a posványába, de számot fognak adni annak, aki készül ítélni élőket és holtakat. Mert a holtaknak is azért hirdetett az evangélium, hogy testben emberi mérték szerint ítéltessenek meg, de éljenek Isten szerint lélekben. A vida, mivel tehát Krisztus szenvedett hústestben, ti is ugyanazról gondoltal fegyverkezzetek fel, hogy aki szenved hústestben, felhagyja vétkezéssel. Hogy többé ne emberi vágyok, hanem az Isten akaratának élje le a hústestben hátrávaló időt. Mert elég, hogy az eltelt időben a nemzetek akaratát műveltük, járván kicsapongásokban, vágyokban, borozásokban, dözsölésekben, iszákosságban és tiltott bálványimádásokban. Ezért idegenkedve nézik, hogy ti már nem rohantok az üllöttségnek ugyanabba a posványába, és ezért káromkodnak. De számot adnak majd annak, aki készen van ítélni élőket és holtakat. Mert azért hirdették az örömüzenetet a holtaknak is, hogyha ítélet alá esnek emberként hústestben, éljenek Isten szerint szellemben. Na, tehát remélem, hogy látjátok, hogy mennyire izgalmas alkalom közepén vagyunk, vagy elején vagyunk, mert hogy nagyon, nagyon érdekes témák merülnek fel ebben a pár igeversben is. Mert mit parancsol az első igevers? Ugye az első igevers azt parancsol, hogy fegyverkezzetek fel. Fegyverkezzetek fel bizonyos gondolkodásmóddal. Mikor fegyverkezik fel valaki? Ha valamilyen veszélyhelyzet van, már normális esetben, ha valamilyen veszélyhelyzet van, például háború, és a fegyverkezésnek kétfajta haszna van, kétfajta haszna lehet, egy az, hogy támadni lehet vele, a másik pedig, hogy védekezni lehet vele. És mit mond itt? Mivel kell felfegyverkezni?
Felfegyverkeznünk itt az első versenyt azzal kell, hogy az Isten ügyért vállalt szenvedésnek ugyanaz a gyümölcse a mi esetünkben is, mint ami Krisztus esetében is volt. Az, hogy például, ugye mi lehet az a gyümölcs, hogy itt a Földön már ez bizonyíték a mi életünk, a mi gondolkodásmódunk, hogy mennyi származásunk van. Ahogy meghozom a döntéseimet, az bizonyítja azt, hogy én ki vagyok. Ha én vállalom a szenvedést, az Isten igéje miatti szenvedést én vállalom, és újra vállalom, az bebizonyítja azt, hogy én ki vagyok. Hogy már itt a Földön bizonyíték az én mennyei származásomra. És ezért mondja azt a Kolossi levél, meg hát az ige általában mindenhol, de konkrétan a Kolossi 3-hoz lapozzatok, a Kolossi 3-ban pedig azt mondja az ige, a harmadik fejezet első két igeverse, ha tehát feltámadtotok a Krisztussal, és itt nem a majdani feltámadásra gondol, hanem az, hogy meghaltunk már most itt önmagunknak, és feltámadtunk, meghaltunk, és feltámadtunk. Ha te feltámadtatok a Krisztussal, és nem testben haltunk meg, hanem ugye a lélekben meghaltunk önmagunknak, a régi életünknek, tetteinknek, stb., akkor azokat keresétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki az Isten jobbján ül, az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Tehát ha én már itt a Földön az odafent valókkal törődöm, és azok, ez alapján hozom meg a döntéseimet, az megmutatja, hogy én hova tartozom. Oda tartozom, tehát én azokkal a dolgokkal törődöm, amik az Isten dolgai. Aztán a halálunk után a menny dicsősége lesz a mi otthonunk is. Ugyanúgy, ahogy Krisztusnak is a menny dicsősége lett az otthona, ismét, ugyanúgy, mint ahogy előtte volt, nekünk is a menny dicsősége lesz az otthonunk. Minket ugyan nem fognak a mennybe dicsőíteni, hanem mi fogunk dicsőíteni, de az az dicsőség, ami ott jelen lesz, mi is annak a részei leszünk. És a halál Isten ügye mellett végig kitartva a végső győzelmünk és diadalunk. Ha kitartunk végig Isten ügye mellett, akkor a halálunk az a mi diadalunk lesz. Megint csak lapozzunk oda, és sokat fogunk lapozni mai alkalommal, a korintusi első levélhez, a 15. fejezethez. És a 15. fejezetben olvasha a végén, tulajdonképpen a fejezet végén, az 54. 55. versben ezt olvashatjuk, amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva, teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod, halál, hol a te fullánkod. Tehát a végén lesz teljes a diadalunk a halál fölött. A végén lesz teljes a diadalunk nekünk is. Ahogy Krisztusnak is a végén a megharcolt élete végén teljes lett a diadala, ugyanúgy nekünk is az életünk végén lesz teljes a mi diadalunk is. De ez nem azt jelenti, hogy ahogy Krisztus végigharcolta az életét, és akkor én is végigharcolom az életem, akkor az egyik harc meg a másik harc ugyanilyen értékű lenne. Mert én bármikor is végigharcoltam az egész életemet, nem kerülnék a mennybe. Krisztus nélkül ez nem menne. Krisztus nélkül nem menne. Én nem tudnám végigharcolni. Az életem végén se lesz olyan, amikor nem az, hogy bűnös lennék, de hogy bűnt ne követnék el. Nem lesz olyan, hogy ez az állapot fennállna. És ezért, aki igazán szereti az Urat, az nem fél a haláltól. Mert a halál a számára egy hasznos dolog. A hívők számára a halál az egy hasznos dolog.
A János első levelének a negyedik fejezetében olvassuk a nagyon ismert ige részt. A negyedik fejezet 15. versétől a 18. ige verséig. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeretett minket, Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljesen a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja elé, az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet tűzi a félelmet, de a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Miről van itt szó? Itt az ítéletről, itt a halálról van szó. Aki Istenben van, aki szereti Istent, az nem fél haláltól. Itt arról van szó, hogy aki Istent szereti, az nem, akiben teljes lett az Istennek a szeretete, az nem fél a haláltól. Mert a halál az neki nyereség. A halál neki az öröm. Mert hogy a halál juttat el oda bennünket, hogy testben fel tudunk támadni. Nem a lelki feltámadásunk, ami az életünk közben megtörténik, nem az történik meg csak, hanem a testi feltámadásunk is megtörténik. És mi a feltámadásban reménykedünk, hogy megint csak a Pálnak az első korintusiakhoz, az a korintusiakhoz itt első levelében, 15. fejezetben olvashatjuk, 19-es igeversben, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ha nem reménykedünk a feltámadásban, ha nem a feltámadás felé nézünk, ha nem azért teszünk meg mindent, hogy a feltámadásban mi is részesüljünk, az igazak feltámadásában mi is részesüljünk, akkor mi értelme az életünknek? A 2. Korintus 5 pedig azt mondja, 2. Korintus 5, 6-tól 8-ig, tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban, de bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Hát a halál az nekünk kaput nyit. Végre kaput nyit a menny felé. És nem választhatjuk meg, hogy mikor nyíljon ki ez a kapu, de előre nézhetünk, és már előre a harcunknak a végén láthatjuk azt, hogy na, harcolok, 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 végig harcolok, 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 és látom a kaput a végén. Lehet az életem elején, közepén, végén, mindegy. De kaput nyit a halál, a megérdemelt időzőbe téve, Krisztus érdeme miatt megérdemelt jutalomhoz segít hozzá a halál. Hogy ne legyek távol Istentől, mint ahogy itt látjuk a 2. Korintus 5-ben, hogy addig távol vagyunk, amíg itt vagyunk, addig távol vagyunk, és azért én szeretnék oda menni. Szeretném őt színről színre látni. Ez az én vágyam. És ez a fajta hozzáállás az élethez az eddig legfontosabb fegyverünk ebben az életben. És ez mindig ez a gondolat, hogy én hova megyek, és hogy mi az út, hogyan vezet el az út oda, az mindig a szemem előtt kell, hogy lebegjen, hogy én önmagam halálra adom. Sőt, ahogy már láttuk, ugye a régebbi pár alkalommal ezelőtti tanításnál, hogy már most, ugye a régi életünknek halottnak kell, hogy tekintsük.
hogy eddig éltem valamikor, ugye a megtérésem előtt éltem egy életet, ami valamikor ott lezáródott, annak az életnek vége van. Én meghaltam ott, abban a helyzetben, 20 évesen, 18 évesen, 88 évesen, nem tudom én hány évesen, meghaltam. Van egy olyan sírfelirat, amire az van írva, hogy született 91 éve, élt 3 évet. Mert hogy az illető 88 évesen tért meg, és az a 3 év, az utolsó 3 élete volt neki az élete. Az volt az életében a 3 legfontosabb év. 88 éves korától 91 éves koráig azt mondta, hogy ha valamikor éltem, valaminek értelme volt az életemben, valaminek örökké való értelme van, akkor annak az utolsó 3 évnek, amit én leéltem. És hogy erre is ismét rátekintsünk. Nyissatok ki, megint csak, vagy hajtsatok oda a Bibliátokba a Rómaiakhoz írt levélhez. A Rómaiakhoz írt levél 6. fejezete, 2.-3. verse. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltetünk, az ő halálába kereszteltetünk? Így itt nem a keresztségről van szó, hanem a haláláról, az együtt végzett halálról. Hogy mi ott voltunk Krisztus halálában, a 6. 8. vers. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett fele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, a többé ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hiszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Tehát Krisztussal meghaltunk. Az óemberünk, a régi emberünk meghalt Krisztussal, 10-es, 11-es vers. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkora, aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Jézus Krisztusban. Aztán megint csak a Kolossé, ugyanúgy a Kolossé 3-nál, nyissátok ki, vagy hajtsatok oda, a 3, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Ugyanígy a Kolossé 2.20. Ha tehát Krisztussal meghaltatok, a világ elemei számára miért terhétek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak e világ szerint élőkre kötelezőek? Onnantól a kötelességünk, amik e világ felé való kötelességek, a bűnös különböző dolgok, azok megszűntek. Különböző vallásos, régi vallásos kötelezettségek megszűntek. Minden megszűnt, egyedül Krisztus van. Nincs semmi más, akihez igazodni kéne, egyedül Krisztus. Galata 2, 19-20. Galata 2, 19-20 a korintusi levelek után van. 19-20. Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Nem, én meghaltam, nekem végem van. Krisztus az, aki éli az életét bennem, helyettem, és ez nem csak Pál nem volt egy szuper ember, Pál nem volt egy szuper keresztény. Már nem volt olyan képessége, hogy ő szuper keresztény legyen. Egyszerűen egy normális ember volt Pál, aki megértette, hogy mi történt vele, és elkezdte élni az életét. Pál nem jobb, mint te vagy én. Nem volt neki jobb jobbak a gondolatai, nem voltak neki jobbak a génjei, nem volt neki egy nagyobb isteni, nem tudom milyen. Ugyanolyan ember, mint mi vagyunk. És ezt írja, ugyanez kell minden hívőnek, ugyanez történik meg minden hívőben, ugyanez
az, ami igaz minden hívőre, amiről itt Pál is beszélt, és még lehetne újabb és újabb igéket mondani arra, hogy mi meghaltunk. És ha már meghaltam, és tulajdonképpen ugye ez a fajta halál, amiről az előbb beszéltem, hogy meghaltam a régi életemnek, hogy ez a keresztény életünk az első lépése. Mert enélkül a régi élet elhalása nélkül nincsen új élet. Nincsen újjászületés. Meg kell halni a valaminek, hogy én újjá tudjak születni. A kettő nem lehet olyan, hogy nem halok meg, közben újjászületek. Meg kell, hogy halljak, hogy újjá tudjak születni. Ez természetes. Tehát a halál, ezért a halál az nyereség. Mert ez az egyetlen akadály, ami elválaszt a leginkább vágyott dologtól, az Isten teljes jelenlététől. A Filippi levélhez, hogyha lapoztok, a Filippi levélben pedig a Kolossé előtt van, az első fejezetben ezt olvashatjuk, Filippi 1, 21, 23, mert nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor, hogy melyiket választom, nem tudom. Szorongat-e kettő? Vágyodom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. Vágyódom elköltözni, és ez sokkal jobb mindennél. Sokkal jobb mindennél. Az élet, miközben az életet élem, Krisztusnak élem az életem. De ezt megint csak minden keresztény, nincs különbség Pál között, meg Péter között, meg a különböző emberek között, még mi közöttünk. Mert nekem is, ha valaki keresztény, akkor neki az élet Krisztus. És ha neki az élet Krisztus, akkor a meghalás az nyereség. Az egyikből következik a másik. Természetes, ha az élet Krisztus, akkor a meghalás az nyereség. És a János első levele, János első leve a harmadik fejezet, második igevers. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Miről beszél itt János? Arról beszél, hogy ebben a testben vagyunk még, vannak bukásaink, van sok sikerünk, úgymond, lelki sikerünk, Krisztussal együtt megvívott harcaink vannak, Krisztussal együtt megvívott győzelmeink vannak, de még a dicsőség az még vár ránk. Az igazi dicsőség az még vár ránk. Ezért szeretnénk ott lenni, vágyunk. Vágyjuk, hogy őt meglássuk színről színre, amint van. És nem tudom, hogy látjátok ezt a dicsőséget, amit a halál feltár, amit a szenvedés feltár előttünk. És látjátok akkor ennek a fegyvernek a nagyszerűségét. Ennek a gondolkodásmódnak, hogy nekem a halál az nyereség. Az élet Krisztus, a halál nyereség. Szóval megyek előre. Csinálom a dolgomat, azt, amit Isten mond nekem, azt csinálom. És a Korintusiakhoz itt első levél, második fejezet, 16. versen, most nem kell odalapozni, azt mondja, hogy bennünk pedig Krisztus értelme van. Bennünk Krisztusnak az értelme van, Krisztusnak a gondolkodás módja van. Mert hogy a keresztény az úgy gondolkozik, mint Krisztus. Egyébként nem lehetne krisztusi, azaz nem lehetne keresztény valaki, aki nem úgy gondolkozik, mint Krisztus. Ha nem Krisztus értelme van benne, akkor ő nem lehet keresztény. Nem lehet keresztény. Ha pedig krisztusi, a keresztények vagyunk, akkor természetes számunkra a második igevers. Ami így hangzik, amit már az előbb is olvastam, hogy
Többé ne emberi vágyok, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét. Természetesen, hogy ha Krisztusiak vagyunk, Krisztus módjára gondolkodunk, akkor így fogjuk leélni az életünket, akkor igaz ránk ez a második igevers. Ahogy ezt a második Korintusiakhoz itt levél 5. fejezete mondja, 5. fejezetének a 15. igeverse, azért halt meg mindenkiért, már mint Krisztus, hogy akik élnek többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Azért halt meg, hogy ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt. És a Róma 14.7, Róma 14.7, mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Senki sem él, a keresztények közül senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Az életemet nem én befolyásolom, a halálomat nem én befolyásolom. Mindent megteszek azért, hogy az életem az Krisztus dicsőítse, és mindent megteszek azért, hogy a halálom is Krisztus dicsőítse. Semmi sem teszek, ami az életemben van, nem teszem önmagamért. Sem a halálom nem önmagamért van, se az életem nem önmagamért van. Majd itt Péter az Isten akaratának cselekvéséről arra irányítja a figyelmüket, illetve a figyelmünket, illetve emlékezteti őket, illetve emlékeztet minket is arra, hogy milyen lelkesen és odaadóan tettük mi a rosszat azelőtt. Hogy milyen lelkesen és odaadóan szolgáltuk saját magunkat. Ugye az előző igevers azt mondja, hogy nem teszünk semmit önmagunkért, nem önmagunkért élünk, hát régebben önmagunkért éltünk, és önmagunkért haltunk is volna. És ezt teljesen lelkesen és odaadásan éltünk a bűnös kívánságainknak. Teljesítettük a sátán akaratát. Nagy örömmel. És azt írja a harmadik igeversben, hogy bizony elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságban, részegeskedésemben, dorbizolásokban, tibornyázásban, szentségtelen bárványindámdásokban éltetek. És itt azt mondja tulajdonképpen, hogy végérvényesen fel kell hagyni a korábbi idők gyakorlatával, amikor a nemzetek akaratának hódoltatok be. Ennek vége van. A korábbi életeteknek vége van. Azt ténylegesen tartsátok halottnak. Mert ez volt jellemző rátok. És miket sorol itt fel? Ugye kicsapongások. Az eredeti szó az valami olyasmit akar jelenteni, hogy mindenfajta bűn, ami csak kínálkozott, és ami az adott társadalomban adott volt, vagy amihez hozzá lehetett jutni, az a társadalom szokása volt, azt így kihasználtátok. Nem hagytatok ki egyetlen egy sem a bűnök közül. Nem voltak határok, nem voltak korlátok, amik befolyásoltak volna bennetek, hogy ezeket a bűnöket elkövessétek. És ezek a bűnök ma is abszolút jellemzik a világot egyébként. Mert ma sincsenek korlátok. Korlátokat félreteszik az emberek. És azt mondják, hogy az úgy jó. Nem szabad korlátozni valakit. Mindenki úgy élje, mindenkire saját magára tartozik, hogy hogyan éli az életét. Bocsánat, a Biblia nem beszél olyanról, hogy mindenki úgy élje az életét, ahogy csak akarja. Éppen ellenkezőleg beszél a Biblia. Aztán itt van a kívánság, ami azt jelenti, hogy ösztön által diktált vágya. Szinte állati, átgondolatlan, fegyelmezetlen kívánságok. Olyan dolgok,
Olyan vágyak, amiket az ösztön diktál. Azokban éltétek ki magatokat, mint az állatok. Úgy voltatok. Aztán a következő, amit mond, az a részegség. Szó szerint a bornak a felbugyogása. És ez mint egy ellentéte annak egyébként, amit a János 4-ben olvasunk, amikor azt mondja Jézus, hogy aki ebből a vízből iszik, amit én adok neki, az örök életre felbuzgó víz forrásává válik benne. Azaz azzal lesz tele, ha kinyitja a száját, az folyik ki belőle. Nem egyfajta hányásként, mint ahogy a bort kiszokta az ember hányni esetleg, hanem hogy az beszél belőle, az igazság fog belőle beszélni. És ezekből az emberekből pedig, ezekről a részegség pedig a bor beszél belőle. Egy alkoholista állapotot ír le. Aztán következő a dorbézolás, amit itt felhoz. És ez a szó, ez nagyon gyakran szerepel másfajta különböző irodalmakban is, különböző kultuszokhoz is kötődik. Tehát ez a fajta dorbézolás, amiről itt szó van, ezt úgy lehetne a legjobban leírni, vagy elképzelni, hogy mire vonatkozik ez. Ha elképzelünk egy társaságot, ami alaposan be van rúgva, és az utcán sétálva énekel, kukákat borogat, egymással csókolózik, ezzel, azzal, amazzal. Tehát egy ilyen igazi, gátlástalan társaság, aki az utcán tud viselkedni, és ahogyan az utcán tudnak viselkedni. És ez a szó van egyébként a Dionysos ünnepnél, vagy a Bacchus kultusznál is, meg egyéb különböző kultuszoknál is ez a fajta viselkedésmód a jellemző, vagy ezt a szót használja ott, amikor ilyen nagyon, hát ilyen szabad szexuális, a bor mámorában szabad szexuális dolgokat élnek ki az emberek. Tehát egy ilyesfajta kép van itt a dorbézolás szónál. Aztán ott van a tivornyázás, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy inni az ital kedvéért. Azért iszik valaki, hogy részeg legyen. Maga a részegség miatt, tehát ez már az alkoholizmusnak a vége, ez mond a végstádium, amikor valaki már igazán örömet sem lát az egészben, csak a berúgás, csak az állapotot akarja újra és újra elérni és visszahozni. És végül ott van a szentségtelen bálványimádás, vagy ahogy a vida fordítás fogalmaz, tiltott bálványimádásokban. És ez pedig minden. Minden, amit az Isten igéje tilt, ami Isten akaratának ellentmond, ami azzal ellentétes, olyan dolgoknak a szolgálata, imádata. Mindenfajta dolgnak a szolgálata és imádata, ami nem Isten szerint van. Tehát ezek a szavak, ezek lefednek mindenfajta bűnt. Mindenfajta bűnt, ami előfordulhat. Minden. A 10 parancsolat mindegyik parancsát lefedik. És azt mondja, hogy ezekbe voltatok ti teljes örömmel és lelkesedéssel. Ebbe vetettétek be magatokat régebben. Most pedig Isten ügyében vagytok hasonlóan lelkesen, hasonlóan belevetitek magatokat Isten ügyébe. De ahogy megnézitek ennek a tevékenységeteknek a hatását, a másnaposságot, a betegségeket, nemi betegségeket, ilyen-olyan különböző hatásokat, amit ezekből el tudtok érni rövid és hosszú távon, meg a leghosszabb táv, ugye arról majd mindjárt lesz szó, de az életeteknek most sokkal másabb hatása van.
A rövid távú életet, rövid távú eredmények is jobbak, meg a hosszú távúak is sokkal jobbak. A hatás és a végső eredmény az egészen más. Ha Isten ügyébe veted bele magad, meg ha a tested ügyébe veted, a bűnbe veted bele magad. És mivel pedig ti az Isten ügyébe vetitek bele saját magatokat, olyan lelkesedéssel, mint ők a bűnbe, ahogy előtte a bűnbe vetetted be te is magadat, ezért ezek az emberek, de az jellemző, most a vidából olvasom csak, negyedik vers, ezért irigykedve nézik, hogy ti már nem rohantok az üllöttségnek ugyanabba a posványába, és ezért káromkodnak. Tehát ezek az emberek meglepődnek. Meglepődnek, mert számukra a bűn az a normális. És te ebbe is egy normális része voltál ennek a bűnnek is. Ebbe évekig vagy évtizedekig mentél velük együtt. És csináltad, nagyon lelkesedéssel csináltad, és lehet, hogy te voltál a társaságnak a középpontja. Lehetséges, hogy csak merengve ültél a sarokba, de ott voltál, része voltál a társaságnak. És mostantól elkövetkezett egy pillanat, és onnantól kezdve egész más az életed. Egész más az életed. Nem mész már velük ezekben a dolgokba. És ezért ezek az emberek erős érzelmi és nagyon gyakran manipulatív eszközökkel reagálnak és próbálnak visszatéríteni téged, vagy visszatéríteni bennünket. Nem értik azt, hogy mi az, hogy továbbra nem akar valaki nőzni, vagy fiúzni. Ha utána a pénz, az már a betörések, vagy egyéb különböző bűn cselekmények következtében nem érdekli őket. Sőt, és lehet újabb és újabb dolgokat lehet mondani, hogy milyen, vagy esetleg pénzt akarnak fizetni, hogy gyere, fizetek neked, de én akkor sem. Még ha te fizetsz be engem valamilyen orgiába, akkor sem megyek veled. Nem érdekel már a dolog. Egész másba vetem be magam, egész másra akarom az energiámat felhasználni, mint arra, amire előtte felhasználtam. És tehát nem fogják ők megérteni, mert ők nem léptek ki abból a világból. Nekik az a természetes, nekik a bűn a természetes. Te pedig egy természetellenes valaki vagy. És ezért nem értik, újra és újra próbálnak be visszatéríteni a természetes dologba. És ha nem sikerül nekik ez, akkor elkezdenek káromolni téged, és káromolni is. Tehát, hogy mi az, jobbnak gondolod magad, mint aminek mi vagy? Mi van, te vagy már a szent, te vagy a nem tudom én kicsoda? Milyen élet az ilyen? Milyen Isten az ilyen? Azt hiszed, hogy majd neked jó lesz? Azt hiszed, hogy majd Isten téged segít? Azt hiszed, hogy ha így dolgozol, akkor majd lesz ezed, azod, amazod? Különböző módon beszólnak az embernek, különböző módon káromolják az Istent, és káromolják azt az életet, amit elkezdtél élni, amit elkezdtünk élni. És tehát lássuk a kontrasztot, az előző életünk, vagy életmódunkkal, aminek mi meghaltunk. És az Isten általi életmódunk, illetve életünk között, aminek pedig most mi élünk. És aztán az ötödik vers, megint csak a vidából olvasom fel, de számot adnak majd annak, aki készen van ítélni élőket és holtakat. Miért mondja ezt, hogy számot adnak, és kész ítélni élőket, ott van, várakozik, hogy ítéljen élőket és holtakat. Teljes készségben van arra, hogy megjelenjenek is ítélje őket. Mert nagyon gyakran ezek az emberek, akikkel együtt szórakoztunk, ittunk, ettünk, nőztünk, fiúztunk, ki mit csinált, ki milyen bűnös dolgokba vett részt, általában ők azok, akik a legjobban tudnak támadni bennünket. Mert hogy ők érintettek a mi változásunkba a legjobban.
Rájuk van a legnagyobb hatással az, hogyha mi megváltozunk. És ez néha pozitív hatással van, hogy megtérnek, néha meg éppen olyan hatással van, mint amilyen hatással Isten volt, illetve Mózes volt a fáraóra, hogy megkeményedett a fáraó. És a különböző emberek is nagyon gyakran, vagy az esetek javában megkeményedéssel inkább Isten ellen fordulnak, mint hogy Isten mellé fordulnának, vagy átállnának hozzá. És Pál is egyébként ilyen volt, akinek valószínűleg, ahogy ugye Jeruzsálem 10%-a keresztény volt, biztos, hogy Pálnak a családjában, ismerősei, barátai között is voltak olyanok, akik megtértek. És Pál emiatt is volt annyira felhergelve, hogy mi az, hogy az meg az az illető megtért. Nem szabadott volna megtérni, letért arról az útról, és ezért ő ment is csinálta, hogy elkapja őket, megölje őket, üldözze őket, a keresztényeket, stb. Még mint Saul, ugye. De Isten őt is megállította, és rajta is kegyelmet gyakorolt. De másokon pedig Isten ítéletet fog gyakorolni. És megint csak miért mondja ezt itt, az 5. versben? Megnyugtatásul mondja. Azért mondja, hogy mint egy engedjétek el a harcot, a megbüntetésükre, a bosszúállásra tett kísérleteket, szándékokat. Én fogok bosszút állni mindenért, és szabadon tegyétek, amit parancsolok nektek. Ne törődjetek azzal, hogy visszafizessétek azt, amit ők adnak nektek, azt a hátbaszúrást, azt az állandó keresztbetevést, ami esetleg van a szakmátokban, az életutatokban, a különböző törvények által, mert én fogok majd megfizetni azokért a dolgokért. De esetleg törődjetek a lelkükkel, de ne az ő gonoszságoknak a visszafizetésével. Nem, mert ítéletbe fognak részesülni. Akik miatt most szenvedtek, azok ítéletbe fognak részesülni. Biztosan Krisztus készen ott áll, hogy készségesen, hogy megfizessen azért, amit veletek tettek és tesznek. Aztán így érkezünk el a 6-os igéhez. Megint csak a Judából olvasok, mert azért hirdették az örömüzenetet a holtaknak is, hogyha ítélet alá esnek, emberként, hústestben éljenek Isten szerint szellemben. Vagy ahogy ami új fordításunk mondja, mert a halottaknak is azért hirdetett az evangéliumot, testben emberi mérték szerint ítéltessenek meg, de éljenek Isten szerint lélekben. Na, kiről beszél itt az ige? Kiről beszél, hogy a halottaknak is azért hirdetett az evangélium? Kik azok a halottak, akiknek hirdetett az evangélium? Alapvetően négy gondolat van erről, és most gyorsan elmondom a négy gondolatot, és utána azt, amit én gondolok róla. Az első, hogy utalás az előző fejezetben, a 19-es versben lévő csoportra, hogy ugye így ment el a börtönben lévő lelkekhez is prédikált azoknak, tehát ezekre a börtönben vagy rácsok mögött lévő szellemi lényekkel kapcsolatos ez a dolog. Egyesek erre gondolnak, de ebből is vethetjük, ez nem igaz. Kettő, minden emberre, vagy második gondolat, hogy minden emberre, mert minden ember átesik az ítéleten. Jó, nem foglalkozunk meg vele. Hármas, akik hívőkké lettek, azokról beszél a 6. vers. Majd mindjárt rátérünk. Negyedik, lelkileg halottakra vonatkozik. És a lelkileg halottakra vonatkozik, kal fogunk igazán foglalkozni, mert nézzük meg logikusan ezt az egészet.
És egyébként a legtöbben Luther is, és Erasmus, és a többi, tehát Augustin, tehát régiek, ugye a lelkileg halottakra vonatkoztatták ezt az igét. Nézzük meg logikusan. Az ötös igeversben a minket támadók számadásáról, ítéletéről van szó. És utána következik a hatodik vers, ami, hogyha elolvassuk a hatodik igeverset, akkor látjuk, hogy nem lehet annak a magyarázó kiegészítése, mert itt olyan emberekről beszél, akik lélekben, a lélek szerint élnek. Tehát hívők. Itt nem hívők megbüntetéséről van szó az ötödik versben, itt meg hívők életéről van a versnek a végén, a hatodik vers végén. Ezért itt azt mondhatjuk, hogy itt kétfajta végről beszél. Tehát külön csoportról beszél az ötödik vers, és külön csoportról beszél a hatodik vers. Az ötödik vers az ellenállók, a Krisztus ügyének ellenállóknak az ítéletéről beszél, az elítéléséről beszél, a hatodik vers pedig a megtérőknek az életéről beszél. A megtérők életéről, a mostani életéről beszél. Tehát itt a hatodik versben az, hogy a halottaknak hirdetett az evangélium, ez itt a test cselekedetében halottakról van szó, akik, miután hirdettetett nekik az evangélium, utána ők halálra adták a testüket. A testük cselekedetét, a testnek a kívánságát halálra adták, és a lélek szerint elkezdtek élni. Azaz, az egyik csapat, az ötödik vers, akik felett az ítélet pallósa lebeg, a nyakukon van már az ítéletnek a pallósa, és a hatodik vers azokról beszél, akik már átmentek a halálból az életre. Megint csak elmegyünk egy ideillő igerszakaszhoz, a János Evangélium a ötödik fejezetéhez, és az ötödik fejezetének a 22-es igeversét, illetve a 24-25-öt olvassuk el, 22. Az atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át. Majd ugye 24-25. Bizony-bizony mondtam nektek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítélete sem megy, hanem átment a halálba az életbe. Bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az az óra, és az mostan, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Tehát a halottak, most van az idő, amikor a halottak hallják. Természetesen nem a sírban lévő halottak hallják, hanem azok, akik ott vannak. Halottakhoz beszél, élő halottakhoz beszél Jézus. És azt mondja, hogy akik ezt meghallják, azok élni fognak. És erről beszél itt a hatodik vers. Hogy voltak itt halottak, akik halottak voltak a cselekedetékbe, de meghallották. Meghallották az Istennek az igéjét, meghallották az evangéliumot, és utána a testüket halálra adva a léleknek élnek. Emberi mérték szerint, ugye így van a fordításunkban, itt az új fordításban, hogy emberi mérték szerint ítéltessenek meg. És emberi mérték szerint a keresztények megítéltetnek, hogy emberi mérték szerint ti bolondok vagytok. Mert hogy nem az élvezetettekre éltek. Nem az érdekel bennetek, hogy milyen nagy utazások, meg milyen nagy étkezéseken vesztek részt, meg milyen különböző dolgokat csináltok, ami élvezet az embernek. Meg minél jobb autótok van, meg milyennél, nem tudom, különböző dolgokat csináltok, ráncfelvarrás, egyéb különböző dolgok. Nem ez érdekel benneteket. Nem ez hagy benneteket, hanem egész más. Ezért a világ MBB mérték szerint
megítél bennünket a világ. Gúnyolnak, átkoznak, leköpnek, stb. De azt mondja, de éltek az Isten által nektek adott lelki értelemben. A lélek szerint éltek. Azaz mindkettő bátorítás tulajdonképpen az ötödik igevers is, amint elmondtam, hogy nyugodjatok meg, az ő sorsuk el van intézve, nem, a bosszulás az nem rátok tartozik, nem kell azzal foglalkoznotnak, az én ügyemmel kell foglalkozni, az evangélium előrehaladásával kell foglalkoznotok, a bosszulás bízzátok rám, a bosszulás az enyém, én megfizetek nekik. Ítélet alá kerülnek. Ti pedig már ítélet alá kerültetek, és most már éltek. Tehát, ha bárkiben Péternek a hallgatói között felmerült volna az a gondolat, hogy visszamenjen a régi életében, vagy pedig Krisztusnak teljes mértékig vesse bele magát a Krisztusnak való életbe, akkor itt az egyértelmű választás. Ítélet, vagy Isten szerinti élet. Ítélet, vagy Isten szerinti élet. A választás nagyon egyszerű. És ezt olvasva eszembe jutott a 73. Zsoltár, és ezzel a Zsoltárral fogjuk befejezni most. 73. Zsoltárnak az elolvasásával, a felolvasásával. Tehát 73. Zsoltár, Ászáp Zsoltára. Milyen jó az Isten az Izraelhez, a tiszta szívűekhez, de az én lábam majdnem megcsúszott, kis hián elestem jártomban, mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét, mert halálukig sincsenek kínjaik, és kövér a testük, nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket a csapások, mint más embereket. Ezért a kevésség nyakláncát hordozzák, és az erőszak köpenyébe burkolóznak. Jó módjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntett gondolatok járnak, gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dőfösen, az ég ellen is feltárják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet, ezért fordul felőjük a nép, és mohón isszák szavaikat, mint a vizet. Ezt mondják. Honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása efelől a fenségesnek? Íme, ilyenek a bűnösök, háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden, a fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők. De akkor megtagadtam volna a fiait, nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony, sikalmos talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket, hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt. Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. Mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el a képük, ha fölserkensz, Uram. Ha keseregne a szívem, és sajogna belsőm, akkor olyan ostob és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat, de én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezem, tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban, ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kőszikla is örökségem, te maradsz Istenem örökké. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled, kiirtod mindazokat, akik elhagynak téged, de nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat az Uramat tartom oltalmamnak, hirdetem minden tettedet. Amen.